Istennek hozzánk szóló igéjét hallgassátok, ami alapján most az ő üzenetét kívánom közöttetek hirdetni. Ez pedig írva található a rómaiakhoz írt levélben, a 12. fejezet, 9. és 10. versében. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben egymás irány gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Szeretett testvérek! A mai ige szakaszunk a szeretetről szól. Arról szól, hogy a szeretet milyen csodálatos dolog. Azonban szakaszunk nem csak általában szól a szeretetről. Ez pedig fontos megjegyezni, hiszen ma mindenhonnan a szeretetről hallunk. Mindenhonnan azt halljuk, hogy a szeretet jó, a szeretet szép, a szeretet jót tesz az embereknek, előre viszi az életüket, illetve még ehhez hasonló szép dolgokat. Ez a textus azonban, és Bibliánk, a Szentírásunk nem általánosan szól a szeretetről. Ez a szakasz ugyanis tanít bennünket, tanít a helyes szeretetre, az igaz, őszinte, képmutatás nélküli szeretetre, arra a szeretetre, amit az ember Istentől kapott. Ezzel kapcsolatban szeretnék arról beszélni, hogy honnan tanulható ez a szeretet, valamint hogy milyen ez a szeretet, illetve hogy mit tesz az embernek az életével. A 9. versben nem a legáltalánosabb görög kifejezés olvasható a szeretettel kapcsolatban. Itt ugyanis az agapé főnév szerepel, ami nekünk is, mindenkinek ismerős lehet. A görög nyelv több kifejezést használ ugyanis a szeretetben, a szeretetre az Új Szövetségben. Ezek közül az egyik az agapé. Az agapé szó nem hordozott különleges jelentést a görög nyelvtörténet során. Az csak egy volt a szeretetre használt szavak közül. Azonban ennek a szónak Jézus Krisztus új értelmet adott. Azonban nem csak ennek a szónak adott új értelmet, hanem magának, a szeretetnek is új értelmet adott. Jézus volt ugyanis az, aki megmutatta az emberi nemnek azt, hogy milyen is a valódi szeretet, hogy mit jelent valójában az, hogy szeretni a másikat. Ő valósította meg ezt először itt közöttünk, amikor itt volt a Földön. Hiszen Jézus ekkor tett bizonyságot arról, hogy igazán szereti az embert, hogy önzetlenül szeret bennünket. És ez abban mutatkozott meg, hogy az ő drága vérét adta azért, hogy minket megváltson, azért, hogy nekünk bűnös embereknek életünk lehessen. Létezhet-e ennél nagyobb szeretet? Ebben a kérdésben természetesen benne van már a válasz is, hogy ennél bizony nem létezhet nagyobb szeretet. Így tehát az igaz szeretet, a valódi szeretet csakis egyedül Jézus Krisztustól tanulható meg. Csakis ő az, aki ebben utat mutat nekünk. Az apostol pedig ezt a szeretetet, amit ő Jézus Krisztustól tanult meg, tolmácsolja a római gyülekezet tagjai felé. Most pedig ezt tolmácsolja felénk is, hogy a szeretetet nem egymástól tudjuk megtanulni, nem egymást tudjuk rávezetni, hanem csakis egyedül a mi Úrunk Jézus Krisztus az, aki utat tud ebben mutatni nekünk. De milyen is az a szeretet, amit az Úr Jézus mutatott meg az embereknek? Az ige szakaszban először az áll, hogy a szeretet legyen képmutatás nélküli. Erre figyelmeztet bennünket először az apostol. Ez pedig nem véletlenül teszi meg.
Ugyanis az a szeretet, amiben képmutatás van, amiben tettetés van, amiben színlelés van, az nem lehet igazi szeretet. Nem lehet olyan szeretet, amit a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított meg nekünk. Az itt használt szó többértelmű, hiszen jelentheti azt is, hogy tettetés nélküli, megjátszás nélküli, színjáték nélküli. A szeretet tehát nem lehet egy üres életgyakorlat. Nem lehet egy kötelezően eljátszandó feladat. Nem lehet egy olyan szerep, amiben az ember belehelyezkedik, amit az ember, mint egy színész, eljátszik. A szeretet nem lehet egy állarc, amit az ember időről időre fölvesz, amikor szüksége van rá. Aztán, hogyha már nincsen rá szüksége, akkor egyszerűen csak leveszi, fogja és eldobja. Ugyanis az így, az ilyen motivációval megtett cselekedetek mögött nincsen semmi. Hiszen az, amit az ember így tesz meg, az nem több egy egyszerű színjátéknál. Erre figyelmeztet bennünket az apostol, hogy a szeretet nem csak egyfajta jó modor, nem csak egyfajta udvariasság, és a jó neveltséggel sem összekeverendő, hanem ennél sokkal, de sokkal több. Az előbb említett érzéseket pedig, amiket soroltam, nem lehet, nem szabad összekeverni az igaz szeretettel. Ugyanis az nem igazi szeretet, nem őszinte szeretet, nem az, amit Jézus Krisztus mutatott az embernek. Az igazi szeretet ugyanis őszinte, minden hátsó gondolattól mentes. Olyan, hogy a másik embert elfogadja, elfogadja úgy, ahogy van, a hibáival együtt, a hiányosságaival együtt, és ezekkel együtt tudja őt szeretni. Ezért a szeretetért pedig nem várunk semmit. Nem várjuk, hogy jobbnak legyünk feltüntetve, nem várjuk, hogy valami anyagi vagy lelki hasznunk legyen belőle, hanem csak szeretjük a másik embert. Ugyanis a mi Úrunk Jézus Krisztus is ezt tette az emberi nemmel, és ezt várja most az emberiségtől. Ahogyan erről a János szerinti evangélium 13. fejezetében olvashatunk. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismer meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Nekünk tehát így kell szeretnünk egymást. Úgy kell szeretnünk egymást, ahogy a Jézus Krisztus szeretett bennünket. Őszintén, tiszta szívvel, elfogadva a másikat. Úgy tekintve rá, mint egy olyan emberre, akiért a Jézus Krisztus az ő drága vérét áldozta fel. Aztán az apostol ad még utasításokat a római gyülekezetnek. A másik utasítása az, hogy a szeretetnek el kell vetnie mindenféle gonoszságot. Furcsa ezt hallani, furcsa ezt olvasni, hogy a szeretet bizony ilyenre képes. Ami elvileg befogadó, az el tud vetni valamit. Az az érzés, amiről mindenki csak pozitívan szokott beszélni, az iszonyodni tud valamitől. Pedig az apostol erről ír a római gyülekezetnek. Arról ír, hogy a szeretet bizony iszonyodik a gonosztól. De milyen fajta gonoszról vagy gonoszságról is van szó ebben a szakaszban? Az a szó, amit itt az apostol használ, megjelenik máshol is a Bibliánkban. Több helyen is előfordul hasonló értelemben. Ez jelenthet gonosz gondolatokat, gonosz cselekedeteket, gonosz szándékot, de jelentheti magát, a megtestesült gonoszt, az emberiség legnagyobb ellenségét. Érdekes, hogy ez a szó jelenik meg az úri imádságban is. Mégpedig az úri imádságnak abban a részében, ahol arra kérjük az Urat,
hogy szabadítson meg bennünket a gonosztól. Tehát a gonosztól való megszabadulás, a gonosz dolgok, a gonosz szándék elvetése fontos. De vajon mit is jelent ez? Azt, hogy a szeretet nem engedhet semmiféle gonosz tettet, semmiféle olyan dolgot, ami tényleg ártalmas. Keveset hallunk, keveset beszélünk a szeretet ezen formájából, azonban kétségtelenül benne van ez is. Ugyanis, hogyha az ember szereti az Urat, akkor el kell vetnie a gonoszságot. Erről többször is olvashatunk a Bibliában. Amikor is Isten népe azt a parancsot kapja, hogy írtsanak ki minden gonoszt maguk közül. De erről beszél Jézus is, amikor arra tanítja a népet, hogy vessenek el minden gonoszságot. Nem csak fizikai, hanem lelki értelemben is. Ez mutat most utat nekünk is, hiszen, hogyha igaz szeretet van bennünk, olyan szeretet, amire Jézus Krisztus tanított meg bennünket, akkor mi nem cselekedhetünk gonoszságot. Sőt, nem csak, hogy nem cselekedhetünk ilyet, hanem nem is kívánhatjuk azt a másik embernek, a többi embertársunknak. Hiszen, ha igaz szeretet van bennünk, akkor ki kell írtani a gonosz tetteket, a gonosz akaratot és a rossz szándékot is. A szeretet tehát őszinte, elveti a gonoszt. De mi a hatása ennek a szeretetnek? Mire mozgósítja ez az embereket? Először is ragaszkodik a jóhoz. Ez pedig összefügg az előzővel. Hiszen a szeretet elvet minden gonoszságot, azt ki nem állhatja, de a jóhoz, ahhoz viszont ragaszkodik. Ragaszkodik mindenhez, ami a szeretet forrásától, azaz Istentől van. Ez pedig nem maradhat meg önmagában. Ugyanis az elképzelhetetlen, hogy valakiben nagy szeretet van, valakit csak a szeretet mozgat, és ez az illető az nem tesz semmit az ő hatalmas szeretetével, hanem csak otthon van vele, néz ki az ablakon, fekszik az ágyán, de nem tesz semmit a szeretetével. Képzeljünk el egy anyát, aki szereti az újszülött gyermekét. Mindig kimondja a gyermeknek, hogy szeretlek, fiam. Azonban ezt a gyermeket sosem veszi a kezébe. Nem ér hozzá, nem ad neki enni, nem gondoskodik róla. Ugye, hogy mennyire elképzelhetetlen ez? Az itt használt szó, a Philadelphia is erről szól. A testvéri szeretetről, arról a szeretetről, amit a keresztények éreznek a másik keresztény ember iránt, hiszen Jézus Krisztusban már testvérré váltak. Ez a szeretet pedig mozgósítja az embert. Ahogyan az apostol írja, egymás iránt gyöngédek legyetek. Gyöngédek legyünk egymás iránt, és nem pedig gyengék legyünk egymással. Ez pedig azt jelenti, hogy foglalkozzunk a másik emberrel. Vegyük észre benne a jót, de vegyük észre benne a rosszat is. Ez az ige pedig azt írja le, arra tanít, hogyha észreveszünk valamit az embertársunkban, azt mi csak is gyengéden közöljük vele. Ne erőszakkal, ne keményen, ne azzal a vágyjal, hogy ártunk neki, hanem csak is így. Az apostol másban is utat mutat itt. Mégpedig abban, hogy egymással megelőzőek legyünk. Ne várjuk meg azt, hogy a másik ember lépjen felénk. Ne várjuk azt, hogy majd a másik megtesz velünk egy lépést, hanem előzzük meg őt ebben. Hiszen az őszinte, Krisztusban lévő igaz szeretet soha nem szabja magát máshoz. Soha nem szabja más aktivitásához a sajátját. Soha nem szabja ahhoz, hogy majd, ha kap valamit a másiktól, akkor viszonozza.
Ez a szeretet ugyanis nem csak viszonoz, hanem előlegez is, megelőlegezi a szeretetet. Nem gondolkodik, hogy majd a másik ad-e vissza valamit ezért. Nem gondolkodik azért, hanem enélkül fejti ki a szeretetét. Ebben pedig Isten az, aki az emberi nemnek példát mutat, hiszen előbb szeretett minket, mint hogy mi azt tudhattuk, vagy viszonozhattuk volna. Az ember is így teszi fel a kérdést, hogy Isten valóban ennyire szeretette engem. És a válasz pedig igen, hogy természetesen így szeretett, hogy előbb adta magát, mint sem, hogy az ember bármit is léphetett volna ezért. Legyen hát nekünk is ez az útmutató, hogy ne várjuk a szeretettel azt, hogy a másik szeressen bennünket. Ne várjuk azt, hogy valaki méltó legyen a mi szeretetünkre, hanem menjünk elébe, és szeressük őt előbb, mint hogy ő ezt megtehette volna. Az igaz szeretet tehát ilyen. Nem egy általános, rövid ideig tartó, pozitív érzés, hanem annál sokkal, de sokkal több. Hiszen ezt nem lehet akárhogyan megszerezni, nem lehet akárkitől ellesni. Az igaz szeretet ugyanis csak Jézustól tanulható, csak az ő példájából felismerhető, csak tőle kapható. Ez a szeretet pedig őszinte, képmutatás nélküli, elvet minden rosszat, és nemet mond minden gonoszságra. Gyöngéd és előzékeny. Hiszen a mi Urunk előbb szeretett minket, mint hogy mi azt egyáltalán gondolhattuk volna. Amen. Gyertek testvérek! Feleljünk az Isten szavára, és énekeljük a 463. énekünket az első két versével. Boruljunk le és imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus, azért a végtelen nagy szeretetért, amelyet az emberi szív fel sem foghat teljes valójában, amelyet nekünk megmutattál a Golgotai kereszten, amikor meghaltál értünk. Köszönjük, hogy ezáltal tettél eleget Isten törvényének, beteljesítve azt. Urunk, szeretnénk téged ezen az úton követni. Könyörgünk azért, hogy gerjesz fel a mi szívünket az irántad való hálára és szeretetre. Add, hogy akarjunk neked engedelmes, téged és másokat szerető életet élni. Könyörgünk, add lelked bölcsességét, látását minden konkrét helyzetben,
hogy mit jelent akkor is ott. Köszönjük az igédet, köszönjük, hogy ezáltal tanítasz bennünket, köszönjük, hogy utat mutatsz nekünk, könyörgünk, hogy formálj bennünket Krisztushoz hasonlóvá, hogy mi is úgy élhessünk, hogy mi is téged dicsőíthessünk az életünkkel. Könyörgünk azokért, akik nem lehetnek itt, beteg testvéreinkért, add, Urunk, a te szeretetedet ő neki, amely képessé teszi őket nekik elhordozni a betegség fájdalmát. Kérlek, menj, édesatyánk, hogy te legyél velük. Kérlek, legyél az ő vigasztalójuk. Menj, édesatyánk, köszönjük neked, hogy a te kegyelmed nem fogy el, hogy hosszan tűrsz, és hogy megígéred nekünk azt, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Ezért legyen háromszor szent a te neved. Most pedig mindenki mondja el saját maga imádságát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És pedig énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Vegyük Isten áldását. Az isteni békesség, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.